ugye azt láthattuk tegnap, hogy ez a 39 munka, ahogy már sokszor említésre került, mind-mind a szentély sátor a Miskán építéséhez van visszavezetve. Minden olyan munkatípus, ami ott volt, ami része volt a szentély sátor a Miskán építésének a sivatagban, mindezek a munkatípusok tilosak szombaton. Ha ugyanis a szentély építése tilos volt szombaton, és az építés magában foglalta mindezt a 39 kategóriát, akkor az biztos, hogy mindez a 39 kategória profán célból egészen biztos, hogy tilos. Ha tilos szent célból, egy szentély építése céljából, akkor egész biztos, hogy tilos profán célból. Ezért aztán a 39 munkatilalom a szentély építéshez van visszavezetve. De amikor a Misna felsorolja ezt a 39 munkatilalmat, akkor nem feltétlenül abban a formában sorolja föl, ahogy ez a szentély építése során létezett. Tehát nem azokat a példákat veszi, mondjuk vegyük az első kategóriákat, mondjuk a főzés. Ugye a főzés miért tilos, és minden, ami a főzés folyamatának része egészen a növényeknek, a magvaknak, a szántástól, vetéstől, aratástól, stb. Örléstől egészen a főzésig. Azért tilosak, mert a szentélyben is főztek festékeket. Olyan festékeket, amelyeket használtak a szentély építéséhez. A Misna mégsem a főzés példáját, hanem a főzésnek egy párhuzamos esetét, a sütés példáját veszi, és a sütés kapcsán, a sütés teljes folyamatában veszi végig az összes munkatípust, ami a sütés része, összesen 11-et, ez az a 11, ami a 39-nek az első 11 tilalma. És azért a sütést veszi, mert ez egy gyakorlatiasabb, könnyebben megjegyezhető, egyszerű változat, mintha a főzésről beszélne. És ezzel kapcsolatban sorolja föl az összes lehetséges, nem az összes lehetséges, hanem az összes mérföldkövet, ha mondhatjuk így, az összes folyamat állomást, ami a sütés folyamatában van benne. Ugye, kezdve az elejétől, mik voltak ezek? Vetés, szántás, kaszálás, kévekötés, cséplés, szerelés, válogatás, örlés, szitálás, dagasztás és sütés. Ugye ezek voltak, ez volt az első 11. Azt kérdeztük tegnap a tanulás végén, és egy kérdéssel fejeztük be, és azt ígértük, hogy ma meg is válaszoljuk ezt a kérdést, és az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó, úgyhogy ma azt meg is fogjuk tenni. Az volt a kérdés, ami tegnap felmerült, hogy itt vannak olyan látszólag ugyanazt a munka jelleget megtestesítő megnevezések és munkatilalmak, amelyek tulajdonképpen egybe gyúrhatóak lettek volna. Nem kellett volna őket külön megemlíteni. Ilyen például a szerelés és a válogatás és a szitálás. Szerelés, válogatás, szitálás mind arról szólt, hogy a búza magját elválasszam a pejvától, így mondják, a búzakaszáltól, pejvától, elválasszam a hasznost és a haszontalant egymástól, különböző módszerekkel. A szerelés az az, hogy feldobom a szélbe, és amit elvisz a szél, az a haszontalan része, a válogatás az, amikor kézzel válogatom ki, a szitálás az az, amikor a lisztet szitálom, hogy a korpát eltávolítsam, de mindegyik ugyanarról a fogalomról szól. És felmerült a kérdés, hogy miért kell ezeket külön említeni? A bájve rove, de amritra vájú kolmilsza, de hávjeve miskan, áfagáv, de ikode, dámila, hasivla. Mit mond erre a Talmud? Azt mondja, jogos, valójában lehetne ezeket együtt említeni. Miért említi őket a Misna mégis külön? Mert minden olyan dolog, ami a szentélyben külön létezett, azt külön említi a Misna. És ezért, mivel ezek a folyamatok a szentély építése során is külön léteztek, ezért ezeket a Misna külön említi itt. Bár lehetne a logikájukat tekintve, a természetüket tekintve, lehetne őket egyben említeni. Erre azt kérdezi a Talmud, veli hasev námikaites, akkor mi az oka annak,
hogy például hogy koites, ezt fölírtam magamnak, koites az az, amikor valamit ki préselek, a préselés, azt is külön lehetne említeni, hiszen amikor a búzaszemeket kipréseljük, nem egészen tudom, hogy segítsetek kérlek a magyar kifejezésben, meg amúgy a agrárium az amúgy sem az erősségem, de valahogy amikor, hogy hívják azt, amikor a búzaszemet kipréselik a búzaszem körüli, azt hívják pejvának? Mi az, ami a búzaszemet körülveszi? Na mindesetre ezt akkor lehetett volna külön említeni, és ez nincs külön említve, hanem része a cséplésnek. Miért nincs külön említve a koites? Az, amikor kipréselem a búza szemet a pejvából. Azt mondja, a Talmud, Rave, Amár, annak ellenére, hogy ez a szentélyépítése során ugyancsak külön létezett. Akkor miért nem szerepel a misnában is külön a felsorolásban? Rave, Amár, Hamman, Ni, Rebihi. De Amár, Rave, Iszme, Lachaszár, Baim, Haszer, Ahász, Mi, Hasif, Köjtes, Havjala, Jár, Baim. Azt mondja, nagyon egyszerű, nagyon praktikus magyarázatot mond a Talmud. Azt mondja, ha külön említettem volna ezt a préselést, a búzaszem kipréselését, a kitaposását, vagy kipréselését a pejvából, akkor nem jött volna ki a 39-es szám. És Rebi azt tanítja, hogy mindenképp 39-nek kell lenni a felsorolásban. Ha viszont ezt megemlítettem volna külön, akkor 40-re jött volna ki. Hogy miért kell 39, ugye erről már volt szó 2-3 nappal ezelőtt, volt mindenféle olyan mondat, amit említettünk, aminek a számértéke 39 volt, de bármilyen is legyen, ez az első válasz. Ő azt mondja erre a Talmud, oké, okay, ve lipuk háda me hanok hola ájjel kajtös. De akkor hagyjuk ki az összest, miért éppen ezt hagyjuk ki? Hagyjuk ki valamelyik másikat? Azt mondja, Talmud, de ha vártak ide a báje. Valószínűleg a válasz az, amit a báje mondott. Mit mondott a báje? A báje azt mondta, hogy azért nincsen megemlítve a kipréselés, mert a szegény ember az nem szokta kipréselni a búzamagot a pejvából. És ha jól értem, arról szól, hogy nem finom lisztből készíti a kenyerét, hanem talán teljes kiörlésű lisztből. Ez a különbség a finom liszt és a teljes kiörlésű liszt között. És a teljes kiörlésű liszt az régen, nem is olyan régen, de az ókorban mindenképp a szegény ember eledele volt. Most a szegény ember, vagy a kommentárok mondják, az az átlag ember. Az átlag embernek nem volt elég pénze, hogy finom lisztből készítsen kenyeret, hanem teljes körlésű lisztből készített, nem úgy, mint manapság. Ugye a teljes körlésű liszt az a teljes körlésű lisztből készült péksütemény az, ami értékesebb, ami magasabb színvonalú. És itt, amikor ez az, amiről beszél a misna, mert ez az, ami a gyakoribb. Azért ezt hagyja ki, mert ezt gyakrabban kihagyják, mert a szegény ember soha nem is csinálja. Hámtolás. Igen, itt az a baj, látom, hogy többen hozzászóltok, hogy mi milyen része a búzaszem feldolgozásának. Úgy látom, hogy nem én vagyok egyedül, aki kicsit a sötétben tapogatózik ezekkel a mezőgazdasági élelmiszer feldolgozás kérdésekkel kapcsolatban. De mindenképpen úgy tűnik, hogy a talmudi bölcsek azért közelebb voltak valahogy a mezőgazdasághoz, mint jó magam, vagy ha szabad így fogalmaznom, mint jó magunk. Oké, tanurabanon. Ajule fanav mine ojchlin, bojrer ve ojchel, bojrer oma niach ve lo jivrer, ve im birer chajof chatos. A következő részben a válogatás, a kiválogatásnak a tilalmát fogjuk megpróbálni részletesebben tisztázni.
Oké. Okay. Következő tanultuk a Brájtában. Ha előttem volt többféle étel, bojrerve ojhel, akkor kiválogathatom az egyiket a másikból, bojrerumaniach, kiválogathatom az egyiket a másikból, és megehetem, ha rögtön megeszem, kiválogathatom az egyiket a másikból, és félrerakhatom, hogy később egyem meg, ve im birer chayav chatos, és hogyha mégiscsak loivre, viszont csak úgy raktározási célból ne válogassak, ha válogattam, akkor áldozatot kell hoznom. Magyarul, a válogatás ebből úgy tűnik, hogy a válogatás, ha rögtön fogyasztásra van, akkor az megengedett. Egyébként csak úgy tűnik. Majd mindjárt tanulod, ezt részletesebben tisztázni fogja. Ha azért csinálom, hogy rögtön megegyem azt, amit kiválogattam, akkor az rendben van. Még az is rendben van, ha nem rögtön azonnali fogyasztásra, hanem azért válogatom, hogy később, aznap, de mégiscsak aznap elfogyasszam. Ha viszont csak azért válogattam ki, hogy félrerakjam a spájzban, vagy a raktárban félrerakjam, akkor az tilos. Májke Amár, mit jelent ez a brájta? Amár Ula Hachika Amár, Ula a következőképp értelmezte. Mert ugye nem volt teljesen világos, hogy akkor ebben mi az igaz, hogy kell ezt értelmezni? Bajrerve ajhel, levojba jojm, bajrerve niach, levojba jojm. Ula a következő végképp értelmezik, hogy lehet válogatni, hogyha aznap fogyasztom el. Hasonlóan, hogy az előbb mi is fordítottuk a szöveget. Ule machar laivra, de másnapra nem lehet válogatni. Az étkezés azonnali fogyasztás céljára lehet válogatni, de a másnapra nem lehet válogatni. Vim birel chayov, és ha mégiscsak válogatod, akkor áldozatot kell hoznia. Szombatszegés is áldozatot kell hoznia. Maszkif Rav Chisda, hogy muta lefolyszló bajba jön, hogy muta levásol bajba jön. Azt mondja Rav Chisda, hogy lehet egy ilyet mondani? Hogy magyarázhatod ezt így? Hogy válogatni az azonnali fogyasztásra rendben van. Miért? Sütni az azonnali fogyasztásra az rendben van? Főzni az azonnali fogyasztásra az rendben van? Akkor miért lenne más a válogatás, hogy arra azt mondod, hogy az azonnali fogyasztásra az rendben van? El Amar Rav Chisda, azért Rav Chisda egy új magyarázatot mond. Bajrerve ojhel pachesmekesiul. Ha úgy válogatok, hogy kevesebbet, mint a minimál mennyiség, ugye emlékszünk, hogy itt is mindenben van egy siúr, van egy mértékegység, ami fölött az adott dolog tilalomszegésnek számít, de ami alatt nem számít annak. Ugye a szombati élelmiszerek, az élelmiszerekkel kapcsolatos szombati tilalmak esetén ez egy kegröig eresz, egy szárított datoja mérete, egy ekkora méret. Hogyha ennél kisebbet válogattam és fogyasztottam azonnal, vagy ennél kisebbet válogattam és raktam félre, akkor az nem szombatszegés. De hogyha a mértékegységnél nagyobbat válogattam, akkor az az. Mert azt kérdezi Rav Yosef, hogy muta lefolyt pachesz mikor sír. Ki mondta azt, hogy megengedett kisebb mértékben, mint az adott mértékegység? Maximum annyi, hogy nem kell érte áldozatot hozni. Ki mondta, hogy ez megengedett? Miért? Például megengedett a mértékegységnél kevesebbet főzni vagy sütni? És ugye a Misna, vagy a Brájta úgy fogalmaz, hogy ez megengedett. Amár Rav Yosef, bojrer vojhel bijad. Erre azt mondja, hogy Rav Yosef is egy új magyarázatot mond. Itt arról van szó, mondja Rav Yosef, hogy kézzel lehet válogatni. De egy eszközzel nem lehet válogatni. Mondjuk van egy kanony. Kanony az valami olyan, ilyen, hogy miért ezt nem cső, hanem egy ilyen, aminek a teteje szélesebb, tágasabb, és az alja egy tölcsérrel válogatni, hogy abba belerakni, és abból azon keresztül válogatni, az tilos. És ugyanígy egy kis edényben válogatni, az ugyanúgy tilos. De ha mégiscsak válogatott, akkor az föl van mentve az áldozat alól. Nem így. A szitával, vagy kifejezetten a válogatás céljára használt eszközzel, azzal már áldozatot is kell hozni. Magyarul Yosef azt mondja, hogy három szint van. Kézzel válogatni lehet, eleve lehet,
egy nem a válogatásra, nem a válogatás rendeltetésű eszközzel nem lehet, de ha válogattam, nem kell hozni áldozatot, és a válogatás rendeltetésű eszközzel pedig az már teljesen tórai szombatszegésnek számít, és áldozatot is kell hozni. És erről szól szerint a misna. Maskit flarafam a munna, lefogmunna, azt mondja, mide kannaim be számkodik tani? Azt látjuk, hogy az van írva a misnában, hogy válogatni válogatási eszközzel tilos. Sehol nincs ennek nyoma, hogy az eszközön múlik. Akkor hogy magyarázhatod ezt így? Elamarava vuna bajreve öjjel öjjlichel mi tajik pszai lesz. Bajreve ma niach öjjel mi tajik pszai lesz. Pszai lesz mi tajik öjjel le ívrajv. Mi im birer chájav chátasz. Most jön a mérvadó magyarázat, ami a halacha is. Rava vuna azt mondja, az ételt ki lehet válogatni a haszontalamból, a nem felhasználhatóból, a rosszból, de a rosszat nem lehet kiválogatni a jóból. És erről szól a misna. A misna azt mondja, hogy lehet az evésnél rögtön kivenni a jót a rosszból és megenni, lehet kivenni a jót a rosszból és félrerakni, de a rosszat a jóból nem lehet kivenni. Mi ennek a dolognak a lényege, hogy a válogatás az arról szól, hogy a jót leválasztom a rosszról. A rosszat leválasztom, a rosszat leválasztom a jóról, és ezzel teszem a jót fogyaszthatóvá. És ez a tilalom. Viszont, hogyha a jót veszem ki a rosszból, akkor az nem tilos. Vegyünk egy példát. Ja, és nagyon, nagyon fontos, a jó és a rossz az egy szubjektív fogalom. Tehát azt jelenti, hogy ha valami nem csak arról szól, hogy mondjuk a búzaszemet a pejvából, vagy a pejvát a búzaszemről, hanem arról is szól, hogyha mondjuk van búza és árpa, mind a kettő hasznos, mind a kettő fogyasztható. Én most csak a búzát akarom enni, akkor a búzát kiválogathatom az árpából, és megehetem. Az árpát nem válogathatom ki a búzából. Mert itt szubjektíven nézzük, hogy mi az a hasznos és mi az a haszontalan. A bájének nem tetszik ez a válasz. Maszki flája. Midi ajha, mit te fszai lesz ktani? Azt mondja a bája, hogy van egy ilyen meghatározás, más megítélés alá esik a hasznos a haszontalanból, mint a haszontalan a hasznosból. Ele amara bára el, bajrer vajich leáltel, bajrer maniach leáltel, ule bajba jöjjm lojivraj, vi imbire nászake bőre lojice, ve chájv chátasz. A bája visszatér egy kicsit majdnem az eredeti magyarázathoz, és azt mondja, én úgy értelmezem ezt a misnát, hogy az azonnali fogyasztásra ki lehet válogatni, és még félre is lehet rakni, ha ez mind az azonnali fogyasztásra céloz. Viszont aznapra már nem lehet. Ugye korábban azt mondtuk, hogy esetleg még aznapra is félre lehet rakni. De aznapra szerintem már nem lehet. És hogyha mégiscsak ezt tettem, akkor olyan, mintha tényleg a raktározás céljából válogattam volna, és áldozatot is kell hozni. Amrulka, na manan kmeide rave, va amer leju sapir amarat nachmani, Rave jóvá hagyta, és azt mondta, Nachmani, ez volt a beceneve a bájának, ő jól fogalmazott, helyesen fogalmazott. Most összefoglalva, ez mind a kettőre vonat, mind a kettő igaz, és mind a kettő együttvéve igaz. A jót ki lehet válogatni a rosszból, a rosszat nem lehet kiválogatni a jóból, és a jót kiválogatni a rosszból is, csak akkor lehet, ha rögtön fogyasztom. Mondjuk vegyünk egy példát. A levesben van egy hagyma. És van ilyen, hogy mondjuk főtt hagyma, és ezt sok ember nem szereti a főtt hagymát. Akkor a hagymát nem lehet kivenni a levesből, mert akkor az a rosszat vettem ki a jóból. Viszont lehet úgy meríteni a levesből, hogy a hagyma semmiképp ne legyen benne. Ilyenkor a jót veszem ki a rosszból. És mindezt is csak akkor lehet, ha azonnal fogyasztok. Hajú lefanosné minne aichnén, birerve achál, birerve niák levási mászni patúre, birerve mi difni mászni hájav. Ha kétféle étel volt előttem, és és én úgy válogattam, hogy az egyiket
A kétféle ételt, itt vita van a kommentár között, hogy ez kétféle ételt jelent, vagy hasznost és haszontalant jelent, de mindenképpen mondjuk azt, hogy kétféle étel, és én kiválogattam, szétválogattam a kétféle ételt, vagy azért, hogy rögtön elfogyasszam, vagy azért, hogy mások hamarosan elfogyasszák, Rav Ási szerint fel vagyok mentve, Rav Jirmele szerint pedig áldozatot kell, hogy hozzak. Rav Ási azt mondja, Rav Ási maszni patuva ha tanichájev. Miért mondja Rav Ási azt, hogy fel vagyok mentve, hogyha egyszer korábban azt tanultuk, hogy köteles vagyok áldozatot hozni. Azt mondja, talmudlai kási abbe kanonve támkoli habbe napove kvare. Szerintem talmud, igen, itt az a különbség, mégiscsak van különbség akadott, hogy egy eszközzel, aminek a válogatása, rendeltetése válogatok, és akkor ebben az esetben is köteles vagyok áldozatot hozni, vagy pedig nem egy válogatási, rendeltetésű eszközzel válogatok. Oké. Okay. Egy apró kis történet, ami a válogatással kapcsolatban fog nekünk tanulságokkal tartalmazni. Ki asza Rav Dimi amár sáptod Rav Bibi havja, amikor jött Rav Dimi Izraelből Babilóniába vendégeskedni, akkor a következő történetet mesélte Izraelről. Sáptod Rav Bibi havja, egyszer Rav Bibi egy nagy szombatot tartott, de iklu Rabbi Ami ve Rav Assi sadaka májukkal kalada péri. És vendégeskedett nála Rav Ami és Rav Assi, és előjük dobta a gyümölcsös tálat a leveleikkel együtt. Valahogy mit tudom én, van egy ilyen ugye manapság is, hogy a levelek néha rajta maradnak az almán, a körtén, mit tudom én. És ő eléjük rakta a gyümölcsös tálat, úgyhogy a levelek és a gyümölcs és minden egyben volt. De lojadána imisumke szavar öjjhemi töjjhel pszöjjh lesz asszur. És nem tudom, hogy ezt azért csinálta-e, mert azon a véleményem volt, hogy a hasznost is tilos kiszedni a haszontalamból, nem úgy, ahogy a Hamamuna mondta, és ő nem akarta kiszedni a gyümölcsöt a levelek közül, és ezért a levelekkel együtt, ágakkal, levelekkel, stb. Együtt rakta eléjük a gyümölcsöt, vagy csak azért, imisum ájén jafehu, de mi hávén, vagy azért, mert így nagyobbnak tűnt a gyümölcsös kosár, és ezért tette eléjük. Hiszki amára bőrértúr masszimi tejek pszöjlesse lehen hájot. Hiszki azt mondta, hogy aki a farkas babot válogatja, szedi ki a héjából, az olyan, mintha a rosszat venné ki a jóból, és ezért köteles áldozatot hozni. Ugye általában azt mondjuk, hogy a jót ki lehet szedni a rosszból. De amikor egy babnak a héját fejtjük le, akkor az tulajdonképpen olyan, hiába a jót vesszük ki a rosszból, de mégis a héját fejtjük le a jóról. Magyarul a jót tesszük alkalmassá az evésre azáltal, hogy a rosszat levesszük róla. És ezért az válogatásnak számít. Némake szavárhiszke, éhemite éhpszai lesz passzul. Azt kezdje Talmud, miért van ez így? Az előbb azt mondtuk, hogy az ételt ki lehet szedni, a hasznos ki lehet szedni a haszontalamból. Akkor Hiszkia mégis azon a véleményen lenne, ezek szerint, hogy az ételt is tilos kivenni, a jót is tilos, a hasznost is tilos kivenni a haszontalamból, és nem csak a haszontalant a hasznosból? Azt mondja erre a Talmud, Sájni Tur Moszin, azt mondja, a farkasbab az más. De saklilei sivazim, illai saklilei maszlach. Szöjlesz, mit a jöjjeldami. Szóval más a farkasbab. Miért? Mert a farkasbab azt nagyon sokszor főzik meg, mielőtt egyáltalán, vagy nagyon hosszan főzik. Itt úgy fogalmaz a Talmud, hogy 7-szer főzik meg. Sokszor, hosszú időn keresztül kell főzni, azért, hogy a keserű íze elmenjen. És utána viszont rögtön le kell fejteni róla a babot, vagy a babról a héjat, mert különben megrohad a héjában a bab, a megfőtt bab. És ezért, amikor a héjat leveszem a babról, akkor ezzel teszem alkalmassá a fogyasztásra. És ezért hiába a rosszat választom le a jóról,
mégiscsak, bocsánat, hiába a jót veszem ki a rosszból, mégiscsak olyan, mint hogyha a rosszat venném, venném ki a jóból, mert ezáltal teszem az étkezésre alkalmasnak. Oké, akkor ezzel befejeztük a válogatást. A következő témánk lesz az őrlés. Vátaichen amaráv papa hájnán de parim szilka hájmisum toichen. Az őrlés, ez nem csak azt jelenti, amikor tényleg őrlök valamit, hanem amikor nagyon apró darabjaira vágom. Például, amikor a céklát nagyon apró darabokra vágom, azt mondta ráv papa, az is őrlés. Amaráv menáse hájmán de szali szültei hájmisum toichen. Ugyanígy azt mondta menáse, amikor valaki egy fadarabot nagyon apró darabokra vág, az is olyan, mint hogyha őrölne. Omer avási i kapida maschasap. Chayv mishum mechatech. Azt mondta ez rá avási, és hogyha még arra is ügyel, hogy egy nagyon konkrét módon vágja, egy adott méretre vágja, akkor ez nem csak az őrlés tilalmát szegi meg, hanem megszegi a chaytech tilalmát, amikor csíkokra, méretcsíkokra vágok valamit. Ugye ez az oka, a méretcsíkokra vágás az oka annak, ugye, hogy a WC papírt nem lehet eltépni a perforációnál, vagy bármit a perforációnál nem lehet elvégni. Nem elvégni, hanem eltépni. Mert az, akkor ugye ügyelek arra, hogy egy konkrét módon, egy konkrét csíkra vágjam az adott dolgot. Ugye ez az oka annak, hogy nem lehet pontosan hajtogatni, ugye? Mindig a szombati ima után, amikor a táliszt el szoktuk rakni, akkor hétköznap, akkor nagyon szépen, tüchtig hajtogatjuk össze a táliszt, de szombaton nem lehet pontosan hajtogatni, mert az olyan, ugyanaz a lényege, mint amikor pontos csíkokra vágok valamit. Most ha valaki a fadarabot az pontos méretre vágja, vagy bármit méretre vág, az akkor a csíkvágás, a méretre vágás tilalmát szegi meg. Következő, ha losve ha ojfe, ugye a dagasztás, a tésztadagasztás és a sütés. Amarav papa savag di dan bisul szememon in de hava be miskan de hava be miskan be nokat ojfe. Azt kérdezi Rav papa, mi az oka annak, hogy az egész, mind a 39 munkatilalom az a szentélyből, a szentélyi munkatilalmakból származik, és mégis a misna mestere, szerzője, az nem a főzést vette végig, ami ugye akkor főzték a festéket, hanem a sütést. Miért? Tanadi danci dura de pásznokat. Azt mondja, a Talmud, mert a mi tanítómesterünk, a mi misnánk szerzője, az a tészta sütését akarta végigvenni. Mert az egy gyakoribb dolog, mint a festékfőzés. Őszintén szóval nem teljesen értem, ugye a Rási ezt mondja, hogy ez egy gyakoribb dolog, mint a festékfőzés, és ezért a sütést veszi, és nem a festékfőzést veszi. Ezt nem teljesen értem, hogy miért a festék, ugyanígy lehetett volna akkor simán főzés, és nem pedig sütés. A sütés nem gyakoribb, mint a főzés. Gyakoribb, mint a festékfőzés, de nem gyakoribb, mint a főzés. Nem értem teljesen őszintén, szóval, hogy ez miért van így, ennek még egy kicsit jobban utána kell nézni. Amarav áhabara vira hájmán de sada szika szalátuna hájad mi musulmi vásár. Most a főzésről lesz szó. Mi a főzésnek a lényege? A főzés az az, amikor valamit a tűz melegére rakok, abból a célból, hogy megpuhítsam. Ugye ez a főzésnek a elvonatkoztatott definíciója. És mi akkor, hogyha valamit azért rakok a tűzre, hogy megkeményedjem? Például egy facöveket azért rakok a tűzre a sütőbe, hogy megkeményedjen. Azt mondja, a Talmud mégiscsak hájav misume vásája, mégiscsak a főzés tilalmát megszegem. Azt kérdezi a Talmud psita, mi itt a kérdés? Máu de téma le srúrém a naka mechaven. Más mondani, de mirpa rafi ve hader kamit?
Szóval azt hihettem volna, hogy mivel itt a szövegnek a megszilárdítása volt a célom, és nem pedig a megpuhítása, akkor ezért, és megszilárdul a szöveg, és nem megpuhul, akkor az nem olyan, mint a főzés. Azt mondja, a Talmud az mindegy. Mert útközben, ahhoz, hogy megszilárduljon, útközben meg kell, hogy puhuljon. Itt ezt se értem őszintén szóval, most megosztom veletek a dilemmáimat, nem értem pontosan, mert mondhattuk volna azt, hogy ha nem is puhul meg útközben. Ugye, mi itt a válasz? A válasz az az, hogy a fadarab, ez a facövek, amikor berakom a sütőbe, akkor először a nedvesség kiizzik belőle, ezen a ponton puhába fa, mint amikor beraktam. És amikor kiveszem, akkor mivel elpárolgott belőle a nedvesség, akkor megdermed, és keményebb lesz. Szóval bár úgy tűnik, hogy megdermesztettem, mégiscsak megpuhítottam, mert útközben megpuhult. És nem értem, hogy miért nem lehetett azt mondani, hogy ez akkor a sütésnek a tilalma. A sütésnél nem az a lényeg, hogy megpuhítok valamit a tűz a melege által, pont fordítva, hogy megkeményítek valamit. Úgyhogy nem értem pontosan, de kicsit jobban még utána kell nézni. Igen, látom, itt van egy válasz. És a válasz az az, hogy mind a sütés, mind a főzés az egy olyan folyamat, amikor valami, ami puha, valami, ami kemény megpuhul, vagy valami, ami puha, az megkeményedik. Mi van egy olyan dolga, mint egy facövek, amit keményen rakok be, és keményen veszek ki? Igaz, hogy kicsit még keményebb, de igazából kemény volt ez azelőtt is. Akkor ebben az esetben mi van? És erre mondja azt a Talmud, hogy azért még számít mégiscsak szombatszegésnek, mert útközben a sütőben volt olyan időpont, amikor ez megpuhult ahhoz képest, mint ahogy beraktam. Amikor a nedvesség kezd kijönni belőle, akkor az puhábbá teszi a fát, és utána keményedik megint vissza. Akkor ez lehet egy válasz a kérdésemre. Amár rába bár a funna, hájman, de ártak kufra, hájom is sam, és vásom. Mi a helyzet azzal, amikor valaki a kátrányt fölmelegíti? Akkor az a főzésnek a tilalmát szegi meg. Azt, hogy a Talmud psita. Ez teljesen világos. Mit a kérdés? Máu de téma kivendá hadervé kusa? Én mert lajke másról mondani. Azt, mivel azt hihetném, hogy mivel később a kátrány megkeményedik, megdermed, ezért az a felpuhítás, ez nem számít főzésnek, ami közben volt, és ezért mondja a Talmud, hogy de, ez is főzésnek számít. Gondolom, hogy itt is hasonló, mint a facövek, hogy volt valami, ami kemény volt, felpújtottam a meleg által, és visszakeményedett, hogy hiába keményedett vissza, a közben való állag megváltozás az megváltozásnak számít, és ezért az olyan, mint a főzés. Amarra vehájmán, de avát ha vissza, hájom isom sevehatois. Most különböző olyan eseteket fog mondani a Talmud, amikor egy munkafolyamattal több munkatilalmat is megszegek a 39-ből. Szóval valaki csinál egy cserépedényt szombaton, akkor az 7 áldozatot kell, hogy hozzon. Miért? Mert 7 tilalmat, 7 munkatilalmat szeg meg. Megszegi az örlést, ugye, amikor az elején az agyagedénynél valahogy át kell őrölni az agyagot, vagy a földet, amiből az agyagot csinálják, elnézést a tudatlanságomért. Nem tudom pontosan, hogy készül az agyagedény. Utána ugye van a kiválogatás, mert kiveszi a benne maradt csomókat, nagyobb darab, ilyen nem felpuhítható agyagdarabokat. Utána szitálja az egészet, a földolgozott, vagy az előkészített, az agyagra előkészített földet átszitálja. Utána mihuk, amikor már megcsinálta az agyagedényt, akkor úgy hogy fordítottuk ezt itt a misnában?
lekaparjuk, ugye lekaparjuk, lesimítjuk az oldalait, és utána pedig, amikor begyújtja a kemencét, hogy belerakja az edényt, akkor az van a hatodik, és utána, amikor berakja az edényt, hogy megkeményedjen, azzal pedig a sütés-főzés tilalmát szegi meg. Ha pedig tanura, ha pedig nem egyszerűen egy cserép edényt készítek, hanem egy cserép sütőt, cserép kemencét, akkor van egy nyolcadik is, amit megszegek, mert a végén, ahogy kiderült a kommentárokból, nem tudtam, hogy hogy csinálják egy agyag kemencét, de a végén, amikor a megkeményedett az agyag kemence, már ki lett sütve, akkor még rákennek valamilyen agyag, még egy agyagréteget, hogy az egy ilyen hőszigetelés gyanánt. És ez a rákenése az még egy agyag edénynek, az az utolsó kalapácsütés tilalmát szegi meg. Hú, most jön egy még keményebb. Amara bája háj manda avat hilsa. Ha valaki egy kosarat fon szombaton. Háj misum a hádeszréha tojsz. Az 11 munkatilalmat szeg meg. Ha az egész folyamatot végigcsinálja az elejétől a végéig. Ugye először is miből fonják a kosarat? A nádból. Azt a nádat el kell ültetni, és le kell kaszálni, az kettő. Utána össze kell kötni, az az összekötés. Utána ki kell válogatni a jókat, az négy, ugye a válogatás. Utána le kell kaparni a nádszálaknak a felületét. Utána őröljük azzal, hogy vékony szeletekre vágjuk. Utána a csíkokra vágás, amikor méretre vágjuk. Azt nem tudom, hogy kell lefordítani, de utána valahogy, amikor a szövőszék fölvetése az, amikor kirakom a nádakat egymással szemben, hogy össze tudjam őket fonni. Utána a Szia Stébaté Nirin, amikor két hurkot készítek az elején, amikor elkezdem fonni a kosarat. Utána maga a fonás. Utána pedig a végén, amikor a legvégén, a fonás után megmarad a vége a nádszálaknak, azoknak a lehajlítása, az pedig az utolsó kalapácsütés. Akkor ez összesen 11. Vi hajtélek pumei, hármisum slöjseszre hatojsz. És hogyha rávartam, ugye van egy olyan, amikor megfontam a kosarat, és a szélére, ami nem maradjon ilyen éles, nemhogy elvágjon valamit, a szélére rávarok egy szegét, akkor az még két plusz. Mert egyrészt a varrás az tilos, másrészt a csomózás tilos. Ugye először is megvarom a szegét, és utána pedig rá is csomózom azt a szegét, az akkor nem 11, hanem 13. Oké. Akkor vegyünk tovább még azokkal a témákkal, amik a valamilyen ruhakészítéssel foglalkoznak. Ugye ez a misnának a 12-estől a 24-esig a 39 tiltott munkafaj típusból. Ugye a gőzes, ez a cemmerve, ha me labnoi. Ugye ez volt az első kettő, a 12-es, a 13-as, a gyapjú nyírás és a gyapjú fehérítése. Amar rába baráv hanna, amar rába jöjjhanan, a tőjvé cemmer sálgábé behémove sábosz, hájom sála és hatajsz, áhász misum gőzes, áhász misum napec, áhász misum tőjve. Ugye mi van akkor, hogyha ugye a normál munkamenet az az, hogy először lenyírom a gyapjút, és utána fésülöm ki, és utána fonom meg a gyapjú szálakat. Mi van akkor, hogyha valaki olyan profi, hogy még a
gyapjú megnyírása előtt még a bárányon, vagy a birkán el tudja kezdeni fonni a szálakat. Azt mondja Rába Baráv Hana, hogy aki ezt csinálja, az három vétket követel. Egyrészt ez olyan, mintha gyapjút nyírna, olyan, mintha kifésülne, és egyben fon is. És akkor ezzel három tilalmat szeg meg a 39 közül. Rav Kahana, amara én derech zizzelbekáhva, én derech menápecbekáhva, én derech tevivikáh. Erre azt mondta Rav Kahana, nem, ez nem így van. Egyet se követel. Miért? Mert ez nem egy normális menete a gyapjú fonásnak. Ugye van egy olyan alapelv, amivel már többször beszéltünk, ha valamit sinújjal csinálok, ha valamit meg a normális menetétől elváltoztatva csinálok, mondjuk nem kézzel írok, hanem a szájommal fogom a tollat és úgy írok, akkor bár ez tilos, a rabbinikus szempontból a rabbik ezt megtiltották, de a tórai tilalmat nem szegem meg. Most azt mondja, Rav Kahana ugyanígy, az nem egy normális dolog, hogy a gyapjút azt a birkán még a levágás előtt fonja meg, és ezért ez semmi. Völlöj, a tányom ismét, de Rabbid Nehemja. Miért mondod, hogy ez nem a normális menete a gyapjúfonásnak? Akkor azt tanultuk a Mózes második könyvében a 35-ös fejezet 26-os mondatban, következőképpen fogalmaz a Tóra, hogy mindazok, amikor készültek a zsidók a szentély sátor építésére, akkor mindenki hozta a maga adományát, volt, aki aranyot hozott, aranyat, ezüstöt, drágaköveket, és azt mondja, a bölcsasszonyok pedig a kecskéket fonták. Furcsa kifejezés, hogy a kecskéket fonták, hogy kezd érteni. Satöv be izin, ve tavu be izin. Hogy csinálták? Szóval olyan ügyesek voltak, hogy még a megnyírás előtt fehérítették ki, mosták ki a gyapjút a kecskéken, vagy birkákon, és még a gyapjúnyírás előtt fonták meg a gyapjúszálakat. Akkor mégiscsak látjuk, hogy ez egy normális menete a dolgoknak. Azt mondja a Talmud, álmostot fial, gabi behímosmot fial, hachmai a széra sájni, azt mondja a Talmud, lehet, hogy ők tudtak fonni a gyapjúírás előtt, de ez nem azt jelenti, hogy ez a normális menete, ők nagyon különleges tehetséggel voltak megáldva, és ezért ezt képesek voltak csinálni, de ez nem a normális menete a dolgoknak. Oké, megyünk tovább. Milyen olyan más munka folyamat van, amiben egyszerre több tilalmat is megszegek a 39-ből? Tanulában a töjlés, az a kanaf, vaha kojtmoj, vaha mortoj, hájav sala és ha tojsz. Ha valaki kitép egy nagy tollat a madár szárnyából, és utána pedig leveszi a kis tollat róla, ami a finom toll, amit a párnába lehet rakni, és utána pedig lekaparja a maradék tollakat a nagy tollról, akkor ez három tilalmat is megszeg. Egyrészt megszegi gondolom, hogy a gyapjú nyírást, az ugyanaz, mint amikor kitépem a tollat. Másrészt megszegi a csíkvágást, és harmadrészt megszegi a kaparást. Oké. Amarab Simon ben Lakis a töjles hálmisum gojzez, azt mondja Simon és Lakis, aki kitép egy tollat egy madárból, az ugyanaz, mint amikor a gyapjút nyírom. Ha kojtev hájvmi sümmehátech, amikor a végéről letépi a finom tollat, az a csíkvágást bűnét szegi meg, a memaret, és utána pedig, amikor leszedi, még lekaparja a finomabb tollakat a nagy tollról, az a kaparást vétkét szegi meg. Itt ezeknek a példáknak mind az a lényege, hogy megértsük és el tudjunk vonatkoztatni a Misna által felsorolt 39 munkatípusnál, el tudjunk vonatkoztatni a szó szerinti, azoknak a munkatípusoknak, munkafolyamatoknak a szó szerinti, vagy a Misnában említett formájától, és át tudjuk alkalmazni, vagy vonatkoztatni más
munkafolyamatokra. Szóval ezt a képességet elnyerjük, látnunk kell, hogy mennyire általánosan az alapdefiníciója szerint kell értelmezni ezt a 39 munkatípust. Oké, átérünk a következő munkákra. A Koiserván Matir, a csomó kötése és a csomó kioldása. Azt kérdezi a Talmud, hol volt csomó kötése a szentély építésénél? Koiserván Miskan Heiche Havja. Amer Rave se kény Koiserván Miskan Heiche Havja. Azt mondta Rave, hol van? Amikor a kifeszítették a sátorlapokat a szentélyben, akkor azt hozzákötötték, a végüket hozzákötötték a gerendákhoz, hogy feszes legyen, ugye? Azt mondja, báje, igen ám, csak itt van egy probléma. A hú, kaiselem, nász le hátérhú. Ez azért nem lehet, hogy ez a referencia. Azért nem lehet, hogy ez a referenciája a csomókötésnek, mert a csomókötésről később azt fogjuk tanulni a 113-as lapon, hogy a csomókötés abban az esetben tilos, amikor egy állandó csomót kötök. Egy olyan csomót, amit ki akarok majd oldani, az nem számít igazi csomókötésnek. Ezért mondjuk a cipőfűzőmet meg lehet kötni sábeszkor. Vannak más feltételek is, hogy ez egy speciális csomó legyen, olyan, ami különleges szaktudás kell, szakcsomók. De mindenképpen ezeknél a csomóknál, amiket a sátorlap végét kikötötték a sátor gerendáihoz, ezek nem végleges csomók, hanem olyan csomók, átmeneti csomók, amiket majd ki fogunk kötni. Akkor ez nem lehet, hogy innen tanuljuk a csomókötés tilalmát, mert később azt mondja a Talmud, hogy csak az a csomókötés tilos, ami egy állandó csomó. Ela már a bájás, a kényelgénye gíja, és a nifszakalahem nima, vagy kölysén aissza. Mit mondott a bájep? Szerinte arról van szó, hogy amikor szőtték a szőnyegeket, és volt egy szál, vagy akár fonták a fonalakat, nem tudom pontosan, de a szálnak vége volt, vagy elszakadt, akkor hozzákötötték az új szálat, és úgy folytatták. Akkor ott van, az egy állandó csomó, és akkor ez megoldja a problémát. Azt mondja a Talmud, oké, de ez még csak a csomókötést magyarázná meg, és nem a csomónak a kioldását. És a Misnában a 39 úgy néz ki, hogy a 21-es a csomókötése, és a 22-es az állandó csomó kioldása. Hol volt állandó csomó kioldás? Amellére a vettéráztak, és Máté Máik Leimei már a csomó kötésre adtál magyarázatot, de mi a helyzet a csomó kioldással? De hit téma, de íme trámelé trei chute kitrebe háda hadadi, sare háda ve kater háda. Talán azt lehetne mondani, hogy ez úgy néz ki, hogy amikor látták, hogy ugye, hogy nézett ki? Megint csak egy olyan területet élek, amire nagyon kevés az ismeretem. De gondolom, ez úgy néz ki, hogy először ugye megfonják a fonalat, és utána horgolják, vagy nem horgolják, szövik a szőnyeget belőle. Keresztbe és hosszába vannak a szálak, és akkor megszövik a szőnyeget. Most amikor vége van a szövésnek, akkor itt-ott vannak ilyen kis csomók a szőt szőnyegben. Ezek a csomók, ezek olyan csomók, amik abból fakadnak, hogy hogy a szálnak ott vége volt, és hozzákötöttek egy új szálat, és amikor megszövöm, akkor az a csomó benne marad. Most, hogyha a csomó benne marad, akkor, és ha két csomó közel van egymáshoz, akkor volt olyan csomó, amit kioldottak, azért, hogy ne legyen nagyon csúnya, hogy sok csomó van egymás mellett, és akkor el lenne a kioldásra is lenne egy lehetőség. Szóval hástól lifne melekbe az vasszorve dam én a iszinkén, lifne melek máhén lakadunk, és borcho a iszin. Azt mondja, de ez nem egy jó válasz, miért? Mert ez egy annyira prost megoldás,
hogy ezt még egy földi király esetén sem csinálnának neki egy olyan szőnyeget, amiben kioldanak egy csomót, mert ott lesz egy lyuk. Hanem akkor hogyan oldják meg, hogy ne legyen a két csomó közel egymáshoz, ne legyen csúnya, hogy amikor szőnek, akkor nem eleve figyelnek rá, hogy ne essen egymás mellé a két csomó, és hogyha mondjuk itt volt egy csomó a szálon, akkor előbb elvágják a szárt, és oda tökötik a csomót, hogy ne egymás mellett legyen majd a két csomó. Tehát akkor ez nem egy jó válasz. Ela omarra vevé szimo rabillai, se kén cadéh alazain kaisrin matirim. Volt egy festék a szentében, amit a kék festékhez használtak. És ez egy különleges tengeri csiga, vagy kagyló nedve volt. Ezt ki kellett halászni, és a halászok a hálót megcsomozzák, és kibogozzák néha. És ezek a csomók egyrészt állandó és speciális csomók, másrészt időnként ki vannak bogozva, tehát akkor mind a csomók kötésre, mind a csomó kioldásra megvan a referencia. Hát tojfestét filajsz, a következő az, aki két öltésnyit var. Ugye ez volt a 23-as, a 39-ből. Azt kérdezi, hogy a tanba hallói kajom. Miért tilos a két öltés, amikor van egy olyan alapelv, hogy mind a 39 munkatípus akkor tilos, hogyha valamilyen maradandó dolog jön belőle létre. Ha csak két öltést varrok, az nem maradandó, ez pillanatok alatt szétesik. Amarabi bárhána, amarabi éjjjjjjjjjjjjjjjj, nem húsak aztán, igazad van. Ez csak arra vonatkozik, a két öltéssel vartam, és a végén megcsomóztam. Mert az ugye akkor maradandó marad. Ugye egy gombot is föl lehet varni két öltéssel, csak a végén meg kell csomózni. Akkor egy reál mennászlit, fajr, kriab, miskam, mihav. Ugye a következő az volt, hogy amikor tépek valamit két öltés céljából. A varrás céljából tépek. Akkor hol volt a szentélyben tépés? Erre azt mondja a Talmud. Hol volt a szentély a szentély építésénél tépés? Rabban verabbi zéred amrit rabájú. Rabbi is, Rabba is, és Rabbi Zére is a következőt mondták. Se kénye riosen nafálba dárnak kairimba vagy tajfrina isza. Ha volt egy szőnyeg, vagy egy állatbőr, amit elkezdett egy kukac, vagy egy élősködő enni, és azért lyukas lett, akkor azt a részt kivágták belőle, és utána összevarták, és itt volt, vagy kitépték, kivágták, kitépték, és ezért ezért volt igenis tépés a szentély építése során. Ezzel befejeztük a mai adagunkat, átlapoztunk már a 75-ös lapra, amit holnap fogunk tanulni. Még holnap és holnap után folytatjuk a 39 munkafajtának a elemzését, és ezzel holnap után be fogjuk fejezni ezt a fejezetet. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kívánom, hogy mindenkinek legyen egy nagyon sikeres és örömökben gazdag keddi napja. Holnap szerdán találkozunk ugyanekkor, ugyanitt, 7:30-kor.